ezt, nem hogy a róka, ezt még én sem tudom kinyitni. Csirip-csirip-csirip-csirip! Oda befelé. De kis virgonc vagy. Előre megyünk, nem hátra. Viktor is megmondta. Na, ennyi. Na, valamelyik alig tette be a lábát, már beszart. Öt kis jelölt. Hatot terveztem, de elég lesz az öt is most így teszt jelleggel. Egyébként én úgy tervezem, hogy ez a csirke traktor egy olyan 10 állatot képes befogadni. Úgyhogy majd, hogyha már élesbe rendesen fog működni a rendszer, akkor 10 állattal fogjuk csinálni. Hozok nekik inni. Hát igen, arra most ne számítsatok, hogy ők egyből ki fognak ide jönni. Pedig kéne. Lehet, hogy le kéne zavarni őket, hogy jöjjenek egy kicsit a levegőre. De azért nem akarom, hogy szokják meg azt a helyet is. Ott egy kicsit sötét van. Egy kicsit árnyalt a hely. Aztán, hogy éjszakára majd húzódjanak oda fel. Lehet, hogy le se fognak jönni most maguktól. Mert már azért erőteljesen a délutánba járunk. Viszont lehet, hogy én akkor azért le fogom őket űzni. Ők eddig bent voltak amúgy, beltérben, tehát zöldet még nem nagyon láttak, majd most fognak. Hozok nekik vizet, mert egy kicsit megutaztattam őket, biztos tengeri betegek, de jól bírták, meg egy kis zabát. Csak azt nem tudom, vettem itatót, de az éppen alá fog férni. És azt valahogy fel kéne lógatni, ugye, hogy ez vízszintesen álljon, mert hogyha ferdén áll, ez ilyen önitató, ez a klasszikus, hagyományos önitató, csak egy kicsit nagyobb darab, pontosan azért, hogyha már nagyobbak lesznek, meg lesz mondjuk 10 darab belőlük, akkor azért biztosan elég legyen legalább egy teljes napra a víz, és ezt mindenképp ide akarom alá fellógatni valahol, ahol nem éri a nap. Ilyenkor már hagyján, mikor megy le a nap, sőt, most mivel csak május 9 van, vagy valami ilyesmi, így azért még a lemenő nap elég jól bevilágít, de majd nyár derekán már jobban arra megy a hegygerinc irányába, tehát akkor ennyire nagyon nem is fog tudni ilyen lapos szögbe bevilágítani, mert akkor már lemegy a hegy alá, mögé, jobban mondva. Nem hiszem, hogy ti ezt látjátok, de egy kampót becsavarok ide alulra, ami elég könnyen megy. Eddig legalábbis. Próbálom amennyire lehet fel, hogy ugye minél magasabban lógjon, de mondjuk azért még rá tudjam akasztani majd az itatót, amin szintén módosítanom kell egy kicsit. Mégpedig, ha ezt rajta hagyom, akkor már túl magas, és néha-néha beleérhet a talajszínbe. Úgyhogy muszáj vagyok ezt leoperálni róla, ami gondolom, hogy fisi-fosi műanyag révén nem egy bonyolult dolog lesz. Hát igen, a mai 21. századi termékek csodája. És itt én csak annyit fogok tenni, hogy enyhén meghajlítva egy drótot,
hogy legyen egy pici íve, hogy azért be tudjam akasztani, de ne legyen olyan magasan. Ezzel is nyerve annyi helyet, hogy még pont tudom majd lógatni. Egyelőre jobban nem kéne meghajlítani. Hát igen, ennek mindig viszintesen kéne állnia, hogy ne folyjon ki el a víz. Egyébként olyan szempontból megszivattam magam ezzel az itatóval, hogy ez az ajtó, ez kisebb, alacsonyabb, tehát mindenképp egy picit elfordítva kell majd. Tehát eleve nem tudom majd sose teletöltve berakni, csak majdnem teletöltve. És úgy fogom fejjel lefelé bevinni, na mindegy, majd mindjárt meglátjátok. Tehát ilyen típusú itató jó lenne, hogyha kisebb méretű lenne. De nincs. Hogy csak elfér. És ez így nem jó. Amúgy jó lenne, de így nem. Mindegy, egyelőre lezavarom őket, hogy lássátok, hogy kikről is van szó. Na, gyerünk lefelé, kifelé. Mozgás. Gyerünk. Spuri. Nem nagyon. Szeretnének kijönni a levegőre, pedig kénytelenek lesznek. Hát ugrani is lehet, de van létra is. Hopp, igen. Na mi lesz, fososok? Már csak ti maradtatok. Már csak azért is akartam, hogy biztos szomjasok amúgy, tuti, akarnak majd inni, hogy menjenek oda le, aztán tudnak belőle egy kicsit szürcsizni. Mi meg ezt az itató részét majd kitalálom. Hogy lenne jó. Már ösztönösen csipkedik a zöldet, amúgy. Helyes, nagyon helyes. Na, meg lehet ezt szokni, kell még hozzá egy kis idő, de majd beléptök. Nem válogattunk, nem szelektáltunk, hanem egész egyszerűen ami kézre esett, amit sikerült elkapni, azt hoztam. Egyébként van egy trükk, hogy napos csibénél is hogyan lehet megnézni azt, hogy például kakas vagy tyúk. Nagyon egyszerű a módszer. Bár azt nem tudom pontosan, hogy valóban hatékony-e, hogy működik-e. De arról van szó, így a nyaka alatt, a nyakszirtjénél megfogva, hogyha fellógatjuk a napos csibét, akkor két lehetőség van, vagy elkezd táncolni, vagy pedig csak lóg mozdulatlanul. És nem emlékszem, mert mindig összekeverem. De jól emlékszem, az, amelyik lóg mozdulatlanul, az a kakas, amelyik meg táncol, meg izeg mozog, és nem bír megállni, így fellógatva, az pedig a tyúk. És valóban van ilyen különbség, tehát akkor, amikor így megemeled őket egyenként, és nézed végig, akkor van, amelyik táncol, van, amelyik még meg sem mozdul. Úgyhogy ennek biztos, hogy van valami oka. Azt már nem tudom viszont biztosra, hogy tényleg, tehát hogyha az ember megjelölni ezeket, hogy akkor melyik volt az, amelyik szerintünk kakas, melyik, amelyik nem, hogy később, amikor kifejlődnek, akkor kéne megnézni, hogy valóban mondjuk ez hány százalékban működik ez a módszer. Úgyhogy akinek van kedve, bár már lassan a szezon vége felé járunk, már mint ami a kicsiket illeti, még lehet, hogy ilyen hónapos csirkénél is meg lehetne nézni, bár nem hiszem, ezek már nagyon próbálnak ugye menekülni, védekezni. De ezt a módszert próbáljátok ki. Én is ki akartam, de még mindig nem tartok ott természetesen, pedig ezt jó lenne bemutatni, de majd akkor valószínűleg jövőre. Talán, ha nem is saját keltetésből, de akkor már mondjuk lehet, hogy napos csibével kezdenék, most egyszerűség kedvéért inkább csak ilyen hónaposokkal.
úgyhogy hozok nekik enni még valamit. Egy kis tápot. Mármint, hogy takarmánydarát. De a zöld az megy. Na, hagyom is őket magukra, mert nekem még az az igazság, hogy a krumplit, a csemege kukoricát gyorsan el kéne. Hát még van vagy 3-4 óra hosszám. 3. Azt még gyorsan elrakom, már csak azért is, mert most megint csak, nem mintha eddig nem lett volna sűrűbb a helyzet, mert ugye most azért kapjátok a videókat is rendesen, van, hogy egy nap kétszer is. Ugye nálam azért nem ez volt a jellemzés, nem ez volt a szokás. De most megint csak fel fognak pörögni az események elméletileg, csak győzzem tölteni, meg videót csinálni belőle, ugyanis most, mint mondtam, 9-e van, május 9, az a lényeg, kedd van, és csütörtök péntek hozzák a parlamentet, és még az alap sincs meg. Ki van ásva, elő van készítve, de még be se zsalusztam, mert ugye arról szólt a fáma, hogy körülbelül május közepétől lehet számítani, június elejéig rá. Nem mintha húztam volna nagyon az időt, mert így is van mit csinálni, meg volt is. Egész egyszerűen csak arról van szó, hogy még itt nekem közbe jött egy olyan, hogy miután kiástuk a betonpontalapot, kiderült, hogy túl nagy a szintkülönbség, és nekem a terv nem enged meg csak maximális 20 centi szintkülönbséget, amire az épület kerül. Szóval ezt még gyorsan át kellett hidalnunk. Ami most történt meg 2 nappal ezelőtt, ha jól emlékszem. Na hát akkor már ennyi. Ez csak egy ilyen gyors etap volt, hogy meg is lássátok a megérkezést. Menjetek BKV-val, adjon Isten, stb. Én meg megyek dolgomra.